Hajmeresztő videó került elő Gyöngyösi Mártonról, írta meg a Magyar Nemzet. A lap által közzétett korábbi felvételen a Jobbik jelenlegi elnöke minden izraeli állampolgárt már ránézésre is nemzetbiztonsági kockázatnak nevezett. A portál szerint mindezek fényében is érthetetlen, hogy az amerikai nagykövet miért hívta meg a zsidó húsvét megünneplésére a politikust. Gyöngyösi Márton egyébként már most azt állítja, hogy az esten meggondolatlannak nevezte korábbi mondatait. Pedig múlt pénteken az M1-en még azt mondta, nem is került szóba a zsidók listázására vonatkozó korábbi parlamenti beszéde. Nincs annál meghatóbb és meghittebb élmény egy konzervatív európai számára, mint amikor a zsidó-keresztény kultúrkör valamely vallási közösségének tagjai együtt élik meg élő kapcsolatukat Istennel. Ezekkel a szavakkal méltatta a zsidó húsvétot Gyöngyösi Márton közösségi oldalán. A Jobbik konzervatívok elnökét David Pressman amerikai nagykövet hívta meg a széderesti vacsorára. Tehát ez az Izrael, és ennek az Izraelnek minden egyes állampolgára, meggyőződésem szerint, járjon bárhol a világon, nem csak Magyarországon, ab óvó, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat. Ezen a felvételen pedig ugyancsak Gyöngyösi Márton hallható, aki évekkel ezelőtt egy jobbikos lakossági fórumon súlyos antiszemita kijelentéseket tett. A Magyar Nemzet birtokába került felvétel tanúsága szerint ez a náci időket idéző kijelentés nem meglepő a jobbikos politikustól, hiszen már 2012-ben óriási botrányt okozott, amikor az országgyűlésben a zsidó képviselők listázását követelte. Hány olyan zsidó származású ember van? Egy másik 2013-as lakossági fórumon pedig Gyöngyösi Márton odáig ment, hogy a holokauszt áldozatain gúnyolódott, relativizálta a tragédiát. Tegyük fel itt magunk közöttebb ilyen szűk körben azt a kérdést, hogy van-e itt közöttünk holokauszt túlélő? Nem tudom, hogy van-e esetleg. Mácsosorokas? Nincs. Tehát akkor az az üzenetre, ha nincs, mert ezek a szerencsés emberek lennének. Heizler András, a Mazsihisz elnöke, aki maga is megjelent az amerikai nagykövet által rendezett ünnepségen, azt mondta, utólag Gyöngyösi Márton személye zsidó körökben különösen nem kívánatos. Köves Lomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője pedig az Index megkeresésére úgy fogalmazott, idézzük, Gyöngyösi Márton a pészachi széderasztalnál körülbelül olyan, mint egy pedofil díszvendég az óvodai nevelésről szóló konferencián, vagy a néppártosodott Ku Klux Klan vezetője a Martin Luther Day ünnepségen. Érthetetlen, odaengedése pedig tapintatlan, udvariatlan. A történtek után 5 nappal Gyöngyösi Márton magyarázkodásba kezdett. Közösségi oldalán azt írta, hogy a nagykövetnél rendezett esten a társaság egyik tagja egy neves zsidó rabbit, Simon ben Lakist idézte neki, aki azt tanította, amikor valaki elfordul a múltjától és ezzel jót cselekszik, az olyan erőteljes cselekedet, hogy a bűnei érdemekké válnak. A Jobbik elnöke bejegyzésében most úgy fogalmazott, tudtam, mire érti, tudtam, hogy nekem címzi. Én csak annyit válaszoltam, szeretnék annyit tenni a magyarországi zsidóság nyugalmáért, hogy az elfeledtesse azokat a rossz mondatokat, amelyeket korábban meggondolatlanul mondtam. Pedig múlt pénteken az M1-en még határozottan állította, hogy a 2012-es parlamenti beszéde nem került szóba. Nem került szóba ez a 2012-es beszéd? Nem került abszolút szóba. Nagykövet úr se hozta szóba? Nem hozta szóba. Valóban dőresség lenne azt gondolni, hogy ne tudott volna ezekről a nagykövet úr. David Pressman amerikai nagykövet tisztában volt azzal, hogy kit hív meg a zsidó húsvéti vacsorára Gyöngyösi Márton személyében. Nagy Ervin, a 21. század intézet elemzője szerint az Egyesült Államok keresi azokat a magyar baloldali politikusokat, akiket politikailag vagy akár anyagilag is támogatni lehet majd az Orbán kormánnyal szemben. Az Egyesült Államok adminisztrációja, Biden adminisztráció azt vette észre, hogyha demokratikusan nem sikerült, hát majd megpróbálják másképpen megdönteni ezt a kormányt, most már ezt nyíltan vállalják a nagykövetségen keresztül. Nagy Ervin közölte, miközben Gyöngyösi Márton a Gyurcsány Ferenc DK elnök által képviselt háborúpárti narratívát képviseli, most mégis konzervatív színben próbál tetszelegni. Így a Jobbik amerikai segítséggel akarja magát legitimizálni a magyar politikai közéletben.